Hogyan értékeled a mai versenyt, a szezonnyitó versenyt? Igazából nagyon örülök, mind a két motorról már sikerült Lengyelországban a szponzorok segítségével, a legjobb köszönet nekik. 30 éves pályafutásom lesz ez a szezon, és sikerült két olyan blokkot csináltam egy lengyelországi szerelővel, amit úgy gondolok, hogy a hozzáfűzött reményeket beváltottam, mert egész verseny alatt nagyon jól működött a motorom. A Vancouveri futamban elfelejtettem felvenni a papucsomat, mert új a papucs, és megnyomta a lábomat, mondom, leveszem, egy kicsit pihentetem, de aztán utána amikor mentem befelé, akkor már észrevettem, hogy nincs rajtam, de mondom, két perc alatt nem biztos, hogy meg tudom oldani. Mondom, inkább akkor megyek a biztosra, és nem úgy ültem a motoron, azért egész más papucs nélkül fordulni egy ilyen pályán, legalábbis én nem tudok. Úgyhogy, de Roli nagyon gyors volt egész versenyen, sajnos nem jött össze neki a start, azt néztem az öntőfutamban, gondolkoztam, hogy fehér vagy sárga, mondom, egy kicsit lehet, hogy megzavarom, hogy kiválasztom a sárgát, de aztán láttam, hogy kívül behúzták az anyagot, és így hagytam magamnak a fehéret. Józsika elég jól begyorsult, azt hiszem, hogy kék vagy piros, azt pirosról, igen. Szegélyen ott imádkoztam, hogy az én motorom egy kicsit letapadjon a kerék, mert az ő motorja is gondolom túlforgott, az enyém biztos, de aztán a kimenőben kicsivel jobb pozícióban volt, és utána úgy gondolom, hogy megoldottam ezt a történetet. Igen, úgy látszott kívülről is, hogy elég maga biztosan nyerted a döntő futamot. Szinte csak hátrafele kellett nézegetned. Igazából nem is kellett volna hátra néznem, hogyha teljesen bíztam volna, de olyan sokat mentem rossz motorokkal, ami most ez így be van rögzödve, hogyha tudnám engedni jobban, meg jobban bíznék benne, de hát ez az első verseny, nagyon keveset tudtunk motorozni, edzeni ebbe az évbe. Gyulán volt lehetőség, akkor itt volt Debrecenben, és Mulahalmon tudtam két kört kerülni, ennyi volt egész évben. Mit üzensz a szurkolóidnak? Hát, hogy ezt a formát szeretnénk tartani erre az évben.